videóhoz a termékeket a Pimp My Card Sportkárc biztosította. Linkek a leírásban, Facebook csoport, Instagram és webshop. Lessetek rá! Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hón, és a mai videóban egy fekete csomagot fogunk kibontani. Egészen vagányul néz ki egyébként, hasonló csomagdizájnnal az elmúlt időszakban nem nagyon találkoztam. Panini Select, tehát valószínűleg őrületesen jól fognak kinézni a kártyák. NBA, legújabb széria, Hanger Pack 2021-22, insertek, parallellek, minden. Természetesen vannak hanger exkluzívok is. 15 kártyát tartalmaz egy ilyen hanger dagi csomag. Abba bármi lehet, úgyhogy majd óvatosan kell itt kezelni. Természetesen puhatok, itt van mellettem. Esélylatolgatás ugyanúgy megvan a hátulján. Ezeket meg fogjuk nézni. Nagyjából legalább lássátok, hogy mikre van esély. Természetesen a legdurvább számozott parallellek ugyanúgy ott lehetnek. Signature, Young Explosion, Number Gold, minden. Black Parallel, tehát egészen elképesztően szép lapok is vannak. Már nézegettem egy-két ilyen kártyát, de azért nem vittem túlzásba, hogy itt is legyen újdonság. Nézzük akkor Panini NBA. Én azt mondom, hogy dagi pakoknál azért rengeteg levegő van benne, a széthúzásos technika talán működhet. Nagyon könnyen nyílik, úgyhogy semmi probléma nincsen ezzel. És akkor a Select széria. Lessük is meg. Csomagdizájn őrület, jól néz ki, nem is rakjuk messzire. Egy Westbrook, azt figyeld, őrületesen szép ez a Select, ez gyönyörű. Luka Doncic, egyből azért beletalálunk a nagyokba, az mekkora komoly. Bár aztán lehet, hogy nincs is gyenge játékos ebben a sorozatban. Elképesztő Doncicról néhány információ, illetve számozás albumba rendezéshez, ott pedig a széria neve alul piciben. Szóval Luka Doncic már megvan, Bogdanovic, ezek se kis emberek, Nikola, nagyon komoly, Kevin Durant, te jó ég, azért a Select. Ezt még egy olyan ember is ismeri, ezeket a kosarasokat, aki tényleg nem néz minden nap. Ezek a legjobbak. Joe Harris, Oladipo, majd utána egy Quentin Grimes, van itt egy Kispert, majd egy Clarkson, egy Young, majd utána egy sima paralel, Griffin, látszik a fényén ott, vagy azért ez nem egy átlagos kártya. Ez pedig egy Select Company, Allen Iverson, az figyel, de durva, rookie, pont egy rookiehoz adja be neki a karrierét, akkor tüzetesen figyeljük majd, fantasztikusan jól néz ki. Ez a design, ez gyönyörű, hogy csak a háttér van megcsinálva. Johnson, majd a végére pedig egy IO, megint csak egy rookie kártya, ezek hihetetlen jól néznek ki. Ez lett volna a 15 kártyás Select széria, kosarasból még lerakva is, egyszerűen gyönyörű. Én nem hinném, hogy ezt a fényt esetlegesen egy puhatok el tudná venni. De azért megnézzük természetesen. Viszont utána prémium albumba ezek kerülnek be, mert megérdemlik. Kegyetlen szép. Őrületesen szépek ezek a lapok. Úgyhogy ez a Select pak a legjobbak közül van. Látszik, hogy egy ilyen 15 kártyás bontásból is olyan nevek jöttek, hogy egészen elképesztő. Én köszönöm nektek a figyelmet, Pimp My Card Sportkárcnak a pakkot, hogy kibonthattam, náluk megtaláljátok. Mindenféle link, ahogy mondtam, ott van a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a gyors kis NBA bontásban. Sziasztok!